galériában üldögélünk, beszélgető partnerem pedig Somm Lajos, akik valami nagyon-nagyon nagy szabású dologra készülnek, de még mielőtt erről beszámolnánk, szerintem egy kis történelemkönyv. Az 1970-es évek elején, ha jól tudom, akkor a Neotonban nyomtátok együtt a Balázs Fecóval, és valahol külföldön turnéztatok, és Amsterdamban láttatok egy Black Sabbath koncertet, ahol valami nagyon fontos dolog megfogant bennetek. Így van, de én visszamennék 70-re, mert 70-ben csináltuk a Radicssal a tűzkereket. Tehát az originál tűzkerek az úgy működött, hogy a Radics Béla, a Váradi Vadölő László és én, és a Rózsa Demjén néha kijött egy héten egyszer, mert azt mondta, hogy a rock'n'roll nem élet az élet. Na most én onnan kipattantam, mert volt nézetelhetésünk a Bélával, és jött a Neoton, és mi elmentünk egy nyugat-afrikai turnéra Amsterdamon keresztül, és Amsterdamon pont Black Sabbath koncert volt. És akkor ütött meg minket az, de tulajdonképpen a Cikit is, a Debrecenit is, hiszen utána ő ment az Omegába, de a Fecót meg engem, hogy nem igazán jó irányba vagyunk ebben a Neotonnal. Nagyon jó zenekar volt, én a mai napig büszke vagyok, hogy része voltam ennek a történetnek, de nem tudtunk kibontakozni. És azt hiszem, hogy az a lökés, amit mi ott láttunk, az volt az, amire azt mondtuk, hogy ha hazajövünk, akkor egy kicsit revidálni kellene az életünket. És hazajöttünk, a színes volt, jött a fekete-fehér, mondtuk, gyerekek, na állj. A róló lehúz, meg kell csinálni magunk is színes filmjét, és ez volt a Taurus. Aminek a tagjai? Hát, kezdem a Bélával. Én a múltkor volt egy interjú, és azt mondtam, hogy én szeretem a Bélát, de nagyon haragszom, hogy meghalt. De igazándiból lehet, hogy ez neki így jó. Így jó, mert annyira sorszerű volt az ő halála, hogy működik. Tehát a Radics Béla volt a szólógitár, a Brunner Győző volt a dob, Balázs Ferenc a billentyű, és jó magam voltam basszusgitáros. Március 28-án volt a megalakulás, és én az augusztusi free buli után már ki voltam téve a csapatból. 72-ben már olyan erők működtek, vagy olyan erőket működtetek az Acél Györgyék, hogy akkor már úgy szervezkedtek, hogyha veszélyes volt egy csapat a piacra, hogy elveszi tőlük a piac egy részét, hogy akkor azt ki kell nyírni. Na most az Erdős pont erre nagyon alkalmas volt, ő egyébként a Nagy Imrének a sajtófőnöke volt, tehát ő abszolút tudta azt, hogy lehet úgy konspirálni, meg hogy lehet embereket összezavarni, hogy ide pont betalált. Tehát amikor ők kijelentették, hogy a Zorán lenne a csapat énekes, akkor tudták, hogy én ezt nem tudom fölvállalni. Sőt, úgy gondolták, hogy a Béla se. Most érdekes, mert a Béla fölvállalta. Mert mézes madzagot húztak neki, hogy ettől majd lesz lemez. Hát a fene egye meg a Bélát, ő nem a lemez miatt, azt mondta, hogy te elegem van a Vőlegény utcából, meg elegem van az Angyalföldből, azt mondja, én a krémbe be akarok kerülni a felső tízre, mondom, Béluska, te soha nem fogsz, egy fasz fogsz a krémbe bekerülni, mert te ugyanaz a proli leszel, mint én a kőbányai létem, mi egyet tehetünk, hogy nagyon jók vagyunk, és ez, aki kikiáltja magát krémnek, mi magasról ránézünk. Azt mondta, nem így van. Jó, Béla, lehet, de én nem akarok együtt dolgozni a Zoránnal. Nem azért, mert nem szeretem a Zoránt, mert én mai napig tisztelem, és jó is lenne benne maradna az anyagban, hogy jó barátságban vagyunk. Csak hogy ez az erdősféle méregkeverés, hogy működött abban az időben, és én tudom, hogy ki volt mögött, tehát tudom az acélféle vonalt, és tudom, és azért nem nevesítek, mert nem akarok senkit bántani. A mai napig élő ilyen a rockmamutok, akik itt működtetik a dolgot, hogy akkor zavaró volt, hogy mi léteztünk. El is érték a céljukat. 4 hónap után én ki lettem passzírozva, jött az orám, és még éltek, mit tudom, 3-4 hónapot, de ez már a haláluk volt. Sajnos. Megdöbbentő, hogy most 1996-ban megdöbbentő, hogy a bemutatkozó koncerteteken mondjuk 10 000 ember volt a Budai Ifjúsági Parkban, mondjuk most egy Színpüret koncerten, szerintem ott 3500-4000 ember lézengett a Budapest Sportcsarnokba. Én szerintem nem sorszerű, hát mi tűzkerékkel is 10 000 embert játszottunk a parkba, meg hát én emlékszem, amikor az Aerosmith buli volt, a sajtótájékoztatón én a Steven Taylornak oda vittem egy piramis nagy albumot, meg egyebeket, és megnézte, azt mondja, ó, azt mondja, hát ez te vagy, nem persze. Azt mondja, és milyen nagy buli? Azt mondja, a Hegedűs a multimédes, te, hát itt fogtok játszani este, ó, azt ez nagyon, mennyi ember? Azt mondja, de ezek 5 bulit játszottak. És rám néz, azt mondja, de hülyéskedsz, dehogy hülyéskedik. Tehát mi 70 000-nek játszottuk, ők játszottak 14 000-nek. Másképp kell értékelni, tehát a színpad az nagyon jó, meg egyebek. Én azt hiszem, hogy egy buli akkor jó, hogyha a buli az esemény. És ez a Taurus, ez az esemény, tehát ez egy történelem. Most nekem fura azt mondani, de lassan 50 éves vagyok, érted? Hogy része vagyok azoknak a mohikánoknak, akik még élnek,
de ha én része vagyok annak a rock történelmnek, ami miatt az egész kicsit előrébb megy, én nagyon büszke vagyok, és emiatt én úgy érzem, hogy ez fog működni itt Pusztavacson. Milyen emlékeid vannak mondjuk az Express hajóbulikról? Egy sztorit mesélek, az úgy működött, hogy volt egy haverom, aki külkeres volt akkor, és volt valami brigádja, és vitte föl őket vacsorázni a halászbástyába, jött le. Szóval képzelj, jövök egy csapattal, és kanyarul a rakpartra, és hallja, hogy valami rettenetes üvöltés a Duna kellős közepéről, de nem is tudták el, hogy mi a lószar lehet az. Azt mi ez? Azt nem tudom, és kiderült, hát mi akkor játszottunk ott a hajón. És volt olyan pali, annyira be volt hevülve, hogy öltönyöstől beugrott a dobba, és kiúszott a partra. Hát szóval minősíteni ezeket a dolgot nem lehet, és én nem is akarom végül. És ez egy olyan dolog, hogy egyszer volt, én szerintem soha nem lesz ilyen. Ha a varázslatból egy picit vissza tudunk adni itt most Pusztavacson, a pontos dátum az július 26-a, én azt hiszem, hogy akkor az nagyon jó. Meg egy picit inspirálja azokat, akik még hisznek a rockzenébe. Ez egy állati nehéz dolog ma. Nagyon nehéz, ha a hitet, elmondanám a szeretetet, meg egyebeket, de most ebbe a hit kell. Szóval, hogy a hitet valaki azt tudja tovább, tehát a lángot táplálni, az nagyon-nagyon nehéz történet. És milyen érdekes, a Mille Centenárium pont egybeesik, Radics Bélának végülis 50. születésnapja lett volna ebben az évben. Hát én sajnálom, hogy nem él. Nagyon sajnálom, hogy nem él. Megmondom miért, mert ezek az arcok, ezek, és most a Bélához viszonyítva a Janis Joplint, a Jim Morrison-t, a Hendrixet, de szerintem én ilyen fatalista vagyok. Nekem is biztos megvan írva a nagykönyvben, hogy mikor fogok felborulni, de nekem az a megírva, hogy miután befeküdtem a Keopsznak a szarkofágjába, és azt mondta nekem a csávó, hogy uram, vagy egy hónapon belül meghal, vagy 100 évig él, úgyhogy most meg nekem még van 50 évem. Tehát én úgy érzem, hogy a Béla és ezek az emberek, akik két végéről égetik a gyertyát, benne van a nagykönyvben, sajnos. De nem biztos, hogy ez nekik rossz. Én úgy gondolom. Egyáltalán nem biztos, hogy rossz. Tehát Pusztavacson, Som Lajos, Balázs Fecó, Brunner Győző és Radics Béla helyén. Hát ez a nagy történet, hogy végülis egy olyan étlapot tudunk kínálni, és most sorrendiség nélkül, hogy a kortárs, az Ábodó Jancsik a minibe játszott, a tanítvány a Tátrai, Tóth Józsi, a Tűzkerék Revivalből, akik az egyetlen csapat, akik a Bélának a zenei hagyatékát azt úgy kezelték, most már nem tudom 10 éve, ahogy ezt illik. Az énekesek között van a Deák Bill, a Demi Rózsi, mi 70-ben a Tűzkerékben együtt dörömböltünk, és a Bálint, aki a Tűzkeréknek az énekese, tehát 3 gitár, 3 ének, és a special guest pedig az Orán lesz. És én azért gondolom, hogy ez az jó a történet, mert ennyi idő távlatában harag és sérelem nem működhet, hiszen ezt nem mi váltottuk ki. Tehát mi áldozatai voltunk valaminek, annak a pártállamiságnak, annak a kommunista diktatúrának, aminek nagyon sok művész, és én azt mondom, hogy én hál' Istennek még élek, mert lásd, Bélát, ő bele is pusztult. Hát akkor még egyszer talán végezetül említsük meg az időpontot és a helyszínt. És a céget is megmondom, miért most nem tudom, a reklámja, nem a reklámja, tehát a Golden Week 93, a Tőzsér Feriék szervezik az egészet. Pusztavacson, ez 1996. július 18-28-ig működik, ez egy újkori honfoglalás, egy zenekari színpadi rockfoglalás, és a mi produkciónk az 1996. július 26-a este, és én gondolom, hogy varázslat lesz. Azóta érzem a jelben.